nagyon kőbevésett alapszabályokat nehéz lenne mondani. Ez módszer és módszer között is változhat, de vannak bizonyos olyan dolgok, amiket én nagyon fontosnak tartok, hogy kövessünk. Ilyen például az, hogyha valamire meg akarom tanítani a kiskutyámat, vagyis szeretném, hogy egy adott cselekvést vezényszóra, kézjelre elvégezzen nekem, akkor azt mindenképpen valamilyen olyan módszerrel tanítsam meg, hogy az a kutyám számára is élmény legyen. Ez neki is jó, és én is sokkal szívesebben veszem, hogyha a kutya jókedvűen dolgozik. A fegyelmezés az már egy kicsit másik tészta. Nagyon-nagyon és kiemelkedően fontos, és ebben talán mindenki egyetért, aki kutyával foglalkozik, hogy a következetesség nélkül nem lehet sokra jutni, hogyha valamit egyszer nem szabad, akkor azt nem szabad, ha pedig szabad, akkor mindig szabad. Ha a kiskutyámnak megengedem, hogy felugráljon rám a lakásban, amikor még kölyök és pihe puha és tiszta, akkor ne csodálkozzak azon, hogy amikor nagy lesz és sáros, akkor is fel akar rám ugrálni. Ő nem tudja, hogy ő sáros, nem tudja, hogy most olyan ruha van rajtam, vagy engedjen meg, vagy ne engedjen meg. Természetesen nincsen veszve akkor sem semmi, hogyha menet közben jut eszembe egy új szabály, de onnantól kezdve ehhez mindenképpen konzekvensen tartsam magam. Ahhoz, hogy sikeresen tudjam a kiskutyámat nevelni, ahhoz pedig jó vezetőjévé kell válnom. Erre vannak különböző technikák, és nagyon-nagyon fontos tulajdonsága ismérve egy jó kutyavezetőnek a következetesség.